Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ma a 13. század végé és a 14. század elejé kiskirályokról lesz szó. Ezek a kiskirályok, vagy főurak, árpádházi leszármazottakból kellett, hogy álljanak. A hajdani héttörzs leszármazottai, behozott bajor, főurak, kik voltak a kiskirályok. Azt kérlek szépen, meséld el nekünk te. Hát ez nem ilyen egyenes vonalú. Tehát, hogy persze majdnem minden nemzetség próbálta az ősét minél távolabb, időben távolabb keresni, de ez nem ilyen egyszerű. Tehát vannak olyan főúri dinasztiák, amik ugyan azt híreztelték magukról, hogy hát ők már Árpáddal érkeztek az országon, de bizonyítékunk van rá, hogy később kapták a nemességüket, később gazdagodtak, meg később lettek főurai az országnak. Tehát ez nem ilyen nem egy lineáris vonal, hogy beérkezett egy vezéri família, és akkor abból a 13. században biztosan egy főúri család lett. Sok-sok szerencse, sok-sok harc, sok-sok ügyeskedés kellett ahhoz, hogy kiváljanak a tömegből. És az Árpádházzal azért gyakorlatilag majdnem mindegyik, sőt, azt mondtam, hogy mindegyik főúri család valamilyen szinten rokonságban volt. Mint ahogy Európa minden uralkodó családja rokonságban állt a 14. század elejére, az Árpádokkal gyakorlatilag egész Európa rokonságban állt. Tehát az országon belül is egy keveredés, az Árpádokkal, Árpád vérrel egy keveredés figyelhető meg. Országon kívül is ugye a sok magyar királyné, hercegnő távozott, illetve érkezett Magyarországra gyakorlatilag minden fejedelmi családból. Tehát ez egy nagy keveredés volt, és ez adott okot, vagy ez adott lehetőséget arra, hogy aztán a leányágja az Árpádház, ha majd kihal férfiágon, akkor leányágról válasszanak, mert hogy volt honnan választani, igen, bő választék volt leányági Árpádházi örökösökből. Nem, most így jobban belegondolok, nem vagyok benne biztos, hogy minden főúri családnak voltak Árpádházi felmenői valamilyen szinten. Nem, mert hogy egészen egyértelmű volt, amikor 1301. január 24-én az utolsó Árpádházi férfi királyunk, harmadik András meghalt, akkor egészen egyértelmű volt, minden főúr kifejtette, minden főúr egyetértett azzal, hogy Árpádházinak kell a következő uralkodónak is lenni, és hogyha nincsen férfi, akkor valamilyen nőági leszármazottnak. Tehát ezért gondolom, hogy ez olyan szinten volt fontos a közvéleménynek, nevezik így, a közvéleménynek, a magyaroknak, az embereknek, hogy Árpádházi leszármazott legyen, hogy egyszerűen nem is gondolkodtak másban, nem is gondolkodtak abban, hogy esetleg az ország valamelyik gazdag főurát, Csák Mátét, vagy nem tudom, bármelyiket a kőszegiek közül válasszanak királyt. Egyébként a többi tartomány úr, többi kis király nem is egyezett volna bele, hogy vele egyenrangú valahogy fölé kerüljön. Igen, az Árpádháznak még mindig ilyen tekintélye volt. Milyen források foglalkoznak a főurakkal? Számos forrás, ugye ők is bocsátottak ki okleveleket. A nagy, akiket tartományuraknak hívunk, vagy kiskirályoknak hívunk, ők tulajdonképpen egy kis királyi udvart tartottak fönt, hasonló tisztségviselőkkel, hasonló módon, és kiadtak okleveleket is, és eléggé sok oklevél megmaradt ezekből, és hát innen vannak forrásaink, innen vannak leírásaink, krónikások írnak róluk. Voltak olyanok, akik beavatkoztak, tehát olyan erősnek érezték magukat, hogy nem csak a magyar belviszályokba avatkoztak be, hanem a szomszédos, ha a határ közeli volt, Csák Máté rendszeresen beavatkozott a cseh politikai kérdésekbe, hadsereggel is akár.
kőszegiek, ugye a Habsburgoknak a kinyújtott keze volt Magyarországon. Ezek a dinasztiák, ezek a családok, ezek tulajdonképpen a 13. századnak a termékei. A 13. század, más szóval mondhatjuk úgy is, szép kifejezés hallottam, hogy az aranybullák évszázada. Igen, a 13. század az, amikor például II. Andrásnak teljesen megváltozik a korábbiakhoz képest, megváltozik az elképzelés arról, hogy hogyan kell kinézni egy modern európai országnak. Ő azt gondolja, hogy a pénzgazdálkodás, de még nagyon kezdetleges volt persze, de ő azt gondolja, hogy a pénzgazdálkodást kell erőltetni. Úgyhogy úgy döntött, hogy odaadja ezeket a területeket, sok területet, egész vármegyéket, mert ő kezdte az apja már harmadik Béla idején, és egész tartományokat, egész vármegyéket adományoztak, de ő azt mondta, hogy nem fontos, hogy a királynak saját területei legyenek, a király majd az újfajta jövedelemből, úgynevezett regáli jövedelmekből bőven meg fog élni. De Magyarországon még ekkor nem alakultak ki a feltételei annak, hogy a király jól megéljen a regáli jövedelmekből. Ez majd egy évszázaddal később, első Károly, Nagy Lajos idején lesz a legfőbb bevételi forrás. Viszont a másik oldalon meg az eladományozások azok folytatódtak, sőt, ugye a tatár eljárás után már olyan kitételek is szerepelnek az adományozó oklevelekben, hogy mi akkor, csak akkor, ha meghatározott időn belül kővárat épít a megkapott földbirtokra. Mert hogy a kővárak voltak azok, amiknek a segítségével jól lehetett védekezni a tatárok ellen. Jó, ugye az 1241-es tatárjárás úgy beleégett a magyar embereknek a tudatába, hogy ez milyen szörnyű volt, milyen óriási nagy pusztítást végzett, ami bizonyos területekre igaz is, például az Alföld közepe az hát több mint 90%-os pusztulás szenvedett el a Tisza-Dunak köze, tehát szörnyű, mostanában folynak ezek a régészeti feltárások, és látjuk, hogy irgalmatlan pusztítás volt, de az egész országra tekintve, hála Istennek, ez a pusztítás nem volt, nem rogyasztotta meg ezt a birodalmat. Néhány évvel később IV. Béla már hadjárat vezetett Ausztria ellen, és sikeres hadjárat, győztes hadjáratot. Egyre több földbirtokot kapnak, és ezeken a földbirtokon kötelezik őket, hogy kővárakat építsenek. Ez azonban egyrészt természetesen a tatárok ellen is nagyon-nagyon hasznos volt, de másrészt ezek a főurak ettől rendkívüli módon megerősödtek. Hatalmas várak a birtokaikon, hadseregeket tartottak fönt, és ahogy említettem, az udvaruk gyakorlatilag egy kis királyi udvar volt valóban. És ez egyre rosszabbodott ez a helyzet. Már IV. Béla, ugye, hogy erősítse az országot, belement ebbe. A fia, szegény 5. László, ő nagyon rövid ideig uralkodott, sok mindent nem tudott tenni, ráadásul ekkorra már nagyon-nagyon megerősödtek a kis királyok. Hát 4. László, Fun László pedig, hát szegény, már többször beszéltünk róla, ő meg belülről, tehát ő pszichésen számos problémával küzdött, mondjuk így finoman. Tehát ő kevéssé figyelt oda az ország helyzetére. Ő ilyen nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott az uralkodása idején. Aztán majd jön az utolsó. Ja, visszatérve még erre, hogy azért hasznos volt ez, hogy sok kővár épült, mert a következő nagy tatár támadás, erről nem nagyon szoktunk beszélni, 1285-ben következik be, amikor a tatárok ugyanúgy el akarják foglalni egész Magyarországot, mint 1241-ben, de a magyar sereg már felkészült, vártuk az újabb támadást, a sok kővár miatt nem sok mindent tehettek, annyit tettek, hogy bevonultak az ország közepére, ott viszont várta őket a nagy és felkészült királyi sereg. És bizony
csúfos vereséget szenvedett ez a tatás öreg, olyannyira, hogy a következő évszázadokban már meg sem kísérelik. Noha, folyamatosan támadják Lengyelországot, Oroszország, ugye a vazallusuk, azt csinálnak ott, amit akarnak, Magyarországot meg sem kísérlik támadni ezek után. Tehát, főuraknál tartottunk továbbra is. A főurak tehát mire az utolsó királyt megválasztják, ez harmadik András királyunk, utolsó király trónra kerül, gyakorlatilag a feudális anarchiába süllyed az ország. Minden nagy, a főurak arra törekedtek, hogy minél több földet, a föld volt a középkorban a föld volt az érték. Minél több földterület az övéké legyen, ezért a náluk kisebb, gyengébb földesurakat egész egyszerűen a befolyásuk alá terelték, csalták, nem is tudom melyik a jó szó. Nálunk nem is alakult ki, nálunk egy teljesen más rendszer alakult ki. Nyugat-Európában, picit időben korábban, Nyugat-Európában a hűbéri rendszer alakult ki, amikor a hűbér tulajdonosa egy birtokot adományoz valakinek, és ez örök birtok, és ugye, illetve ennek két fajtája van, egy örök birtok, illetve egy szolgálati birtok. Az örök birtokot feudumnak hívjuk, és erről feudalizmusnak hívjuk ezt az egész területet, és ez az ember tartozott a földes urának, a vazallus, bocsánat, a szeniorjának, katonai szolgálattal, meg egyéb dolgokkal. Külön fizetést nem kapott, a földbirtokot kapta érte, viszont azt tovább örökítette. Magyarországon egy teljesen másfajta rendszer alakult ki, a familiaritás rendszere alakult ki. Nálunk a kis földbirtokos a földbirtokát megtarthatta, de munkát vállalt a kiskirálynál, a tartományúrnál, fizetésért. Tehát a föld tehát nem lehetett őt, hogy mondjam, szabadabb volt. Tehát ha nem tetszett neki a szolgálat, akkor köszönöm szépen, felmondok, megy egy másik főhoz, de a szolgálati, tehát a saját birtoka az akkor is megmaradt. Persze nem véletlenül nevezik így, hogy familiáris, hiszen ez azt jelenti, hogy ez az ember, ez olyan bizalmi állás, hogy ezek az emberek bekerülnek az adott főúr családjába, még ha idézőjelesen is. Tehát egészen más törvények, egészen más elbírálás alá estek, mint mondjuk az egyszerű katonák. Béla, ki a legnevezetesebb kiskirály az Árpádok alatt, és hogyha az ő szemszögéből nézzük meg, hogyha megpróbálunk az ő bőrébe bújni, akkor mi lehetett az indítéka, hogy megnehezítette a királyunk életét? Hát szerintem a legismertebb is, meg a legnevezetesebb is Csák Máté, illetve a Csákok. Több generáció rakta össze ezt az észak-nyugat-magyarországi kis országot, kis birodalmat. Ugyanaz az a szemlélet. Tehát minél több birtok. Ez egész egyszerűen ez volt a célja. Egy normálisabban, tehát ha nincsenek ez a tatárjárás, ez a gyenge kezű uralkodók, vagy egyszerűen csak másfajta birtokpolitikai elképzelés, akkor ezek az uralkodók, ezek a birtokosok, ezek tudják, hogy meddig mehetnek el. De nem volt egy erős királyi hatalom. Ezért ezek a birtokosok, ja, hát ha nincs retorzió, akkor megtámadom ezt a gyengébb főurat. Legyőzi csatában, a földjét elveszi, azt a földbirtokos vagy meghagyja familiárisnak, vagy elköszönt tőle. És mindenki ezt csinálta. És mivel mindenki ezt csinálta, mindenki megpróbált minél nagyobb birtokot létrehozni, mert akkor volt jobban biztonságban a többiektől. És hát gyakorlatilag minden táján az országnak Csákok, az Abák, Erdélyben a Kán család, illetve Kán László, Babonicsok délen, nyugaton a Németújváriak, tehát egy csomó olyan család, hát a Németújváriak, azok a beházasodtak a Habsburgokhoz, és külföldről kaptak segítséget, és evék volt az egész Dunántúl.
délen a horvát származású babonicsok, hát az ő örököseik lesznek a frangepánok. És úgyhogy szegről végül az Rínyi, és tehát a magyar történelme fontos szerepet játszanak. Ne azt gondoljuk, hogy ők Csák Mátéról a mai napig, ugye úgy hívják azt a területet, ami az ő nagy birtoka volt, hogy Mátyusföld. Az ottani nép szeretettel gondolt Mátyusra. Mátyus nem rabolta ki őket, neki fontosak voltak ezek az emberek, hogy biztonságban legyenek a többiektől. Az már más kérdés, hogy mit csinált a németújváriak embereivel, de a saját emberei, a saját jobbágyai, azok népmesékbe foglalták a nevét, tehát szerették. És ő olyan erős, olyan nagyhatalmú főúr volt, hogy ő bizony beleszólt a cseh trónuthódlásba is, háborúba keveredett Ausztriával, tehát ő igazi kis király volt. Külön előadást is megérdemel? Akár külön előadást is megérdemel, így van. A tevékenységük harmadik Endre alatt csúcsosodott ki? Vagy később még jobban elharapódzott? Nem. Képzeld el, hogy ez a... Hát beszéljünk két szót a harmadik Endrével, mert is egy nagyon furcsa szereplője a magyar történelemnek. Második András királyunknak három házassága volt. Az utolsó házassága idején már nagyon öreg ember volt. És egy Esztei Beatrix nevű olasz hercegnő volt az ő felesége, de gyanúba keveredett, hogy egy Apotfia Dénes nevű tisztségviselővel ott a királyi udvarban hát félrelépett, mondjuk így. És például negyedik Béla, aki akkor már felnőtt férfi volt, ezt nagyon komolyan vették, és azt mondták, hogy ez szégyen gyalázat, és elérték a királynál, hogy egész egyszerűen elzavarták Magyarországról Beatrixot, aki Itáliába menekült, és ott szülte meg a fiát, akit második András fia volt, és őt István, ez lett a neve, hogy István, de ő valamikor 1970 körül meghalt. De még a 60-as évek közepe táján megszületett a fia, mert hogy megházasodott, Velencébe menekült, megházasodott, és az ottani egyik nagyon befolyásos és nagyon gazdag velencei, hát nemesi származású családnak a hölgy tagját vette el, egy Morozini Tomassina nevű hölgyet, és tőle született ez a bizonyos harmadik András királyunk, akit gyerekkorától kezdve királynak neveltek, tehát megkapta azokat az ismereteket, ami egy királynak, aminek szüksége van. Hát a Morozini család az számtalan dózsét adott, meg hadvezért, meg politikust a velencei köztársaságnak, tehát ott azért a családban tudták, hogy hogyan kell politizálni, hogyan kell felkészíteni egy értelmes fiatal embert arra, hogy esetleg egyszer magyar király trónra kerül. És aztán amikor 1290-ben bekövetkezett ez a csúnya eset június 10-én, hogy a kunok ölték meg a saját kunjukat, ugye a negyedik Lászlót, utána ő akkoriban kétszer is ellátogatott Magyarországra, és akkoriban éppen Bécsben volt, és Bécsben Rudolf német-római császár vendégszeretetét élvezte, elfogadta, hogy ne legyen, mert a fiát is szerette volna magyar királyát enni. Tehát kiesik a képből az utolsó biztosan árpádházi uralkodó, és ekkor érkezik meg a hír ugye Bécsbe Andráshoz is, és két szerzetes, tehát ez is egy kalandos történet, két szerzetes kötélhágcsó, meg mit tudom, megszöktetik Bécsből, és hazatér. Tehát július 10-én, ha jól emlékszem, 11-én ölték meg negyedik Lászlót, és őt augusztus 23-a körül egyöntetően az egész magyar társadalom, a főurak, mindenki egyöntetően magyar királlyá választotta. Tehát fel sem merült Magyarországon, hogy ő esetleg nem árpádházi. Egyébként, ha így visszagondolok, nem egészen 10 esztendős az ő uralkodása, ez alatt az időszak alatt abszolút méltónak bűzanyult a Szent Koronára, és abszolút egy nagy formátum uralkodó
futhatta volna ki magát, ha sikerül tovább élnie. Tehát így kerül a tróra, és nem az ő uralkodása alatt esik szét teljesen az ország, hanem már az elődök. Már második András, ez egy hosszú folyamat, második András, negyedik Béla, nem tudta eldönteni negyedik László, hogy most akkor ő kun uralkodó akar-e lenni, vagy magyar keresztény király, és ez ilyen, hát mondjuk így finoman, ilyen hullámvölgyeket eredményezett az ő politikai tevékenységében, és nagyon nagyon-nagyon megerősödtek az ő uralkodás alatt a főurak. És 1290-ben tehát királlyá választják, még annak az évnek az őszén van egy országgyűlés, ahol egy nagyon furcsa dolog következik be, elfogadnak egy olyan alkotmányt, vagy alkotmánytervezetet, ami a rendiség felé mutat jeleket. Ez azt jelenti, hogy megkövetelte a népen itt a köznemességet értjük, a nép, meg a városok megkövetelte, hogy a főurak, a kiskirályok ellen tevékenykedjen, hogy a hatalmukat roncsa le, és erősítse meg a királyi hatalmat. Ő egyébként az első királyunk, aki koronázás előtt egy szerződést kötöttek, ez az a bizonyos koronázási hitlevél. Leíratták vele, hogy mit várnak el tőle. És ezt törvény. Innentől kezdve minden magyar királynak alá kellett írni ezt a koronázási hitlevelet. Tehát a rendiség felé mozdult el az ország, a középnemesség mint egy rend, és a városok mint egy másik rend, azt követelték tőle. Ezen a Kóbudán volt ez a 1290-es őszi országgyűlés, és ennél a 36 törvénypontot fogadtak el, és abból 19 arra vonatkozik, hogy a főurakat rendbe kell tenni. Tehát, és megerősítik, tehát az egyház és a köznemesség pedig teljes akarattal kiáll emellett, és ők azt akarják, hogy az ország ismét erős és hatalmas birodalom legyen. És irgalmatlan politikai ügyeskedésekre, meg diplomáciai csavarokra volt szüksége neki ahhoz, hogy ezt teljesítse is, és az uralkodásának a vége felé 1299 tájára sikerül is neki ezt elérnie. Tehát van egy mintája például, ugye, majd mindjárt beszélünk az interregnum időszakáról, aki megnyeri az interregnumot, annak van egy mintája. Első Károlynak van egy mintája, hogy mi szerint kell az országot átalakítani, és pontosan ez szerint a minta szerint alakítja, és hát egy virágzó, ugye a 14. század az magyar történelem, ugye egy legvirágzó korszaka. Úgyhogy nem, ő egy Szépen kézben tartotta a dolgokat. Na de hát ugye jött vele az anyuka, Morosini Tomassina, meg az olasz szakemberek, akik azért súgtak neki, hogy hogyan kell, meg mint kell. Szlavónia hercegnőjévé nevezi ki az édesanyját, és állandóan vele van. És egy világlátott, azért Velence tele volt mindenféle diplomáciai csalafintasággal, és azért ott nagyon meg lehetett tanulni ezeket a dolgokat, és ők nagyon, nagyon jól megtanulták. De hát 1300-as év végén Tomassina meghalt, 100%, hogy megmérgezték, ugye ellenfél volt bőven, akik tehettek róla, és alig egy hónappal később, január 14-én maga harmadik András is szintén mérgezésbe meghalt. Ami nagyon furcsa, mert vagy furcsa volt a helyieknek, mert gondolj bele, hogy előző nap még jótékonykodott, és a Nyulak szigete, a Margit szigeten levő apácáknak mindenféle kedvezményeket nyújtott, mindenki örült, boldog volt, és másnap reggel meg halva találták a lakosztályában. És na ez
szabadította el aztán az indulatokat, meg a helyzetet, mert az összes főúr azon gondolkodott, hogy na, akkor most egy új királyt kell választanunk, mégpedig egy olyan, nem ilyen ügyes, erőskező királyt, hanem egy olyan királyt, akit majd mi irányítunk. És mindjárt azonnal megjelent három, és ők valóban minden tisztséget, minden bevételi forrást a főurak lenyúltak, és az ő kezükben volt. És három jelölt volt. Már 1300-ban Magyarországra érkezett az Anjou jelölt, ez ugye Károly Róbert, őt a pápa támogatta nagyon. Aztán volt egy cseh jelölt, Vencelnek hívták, az apukája után, aki második Vencel néven cseh és lengyel király volt. Egy erős valami. És persze bejelentette az igényét a magyar trónra az akkori német-római császár, illetve a fia. Ugye Rudolfnak hívták a német-római császárt, és a fiát Albertnek, és tulajdonképpen az Albert számára szerette volna megszerezni a magyar trónt. Úgyhogy kezdődött minden előről, amit elért szegény harmadik András, aki én mondom egy abszolút, én bennem fel sem vetődik az, hogy ő nem egy Árpád-házi, olyan teljesítményt tudott nyújtani, és annyira méltó volt a Szent Koronához, hogy szerintem egyértelműen Árpád-házi származék. És hát elkezdődik ez a hát egy jó 10 évig tart ez a káosz tulajdonképpen, ami nem helyes, hogy azt úgy hívjuk, hogy interregnum, mert hogy volt király, csak a királynak semmi hatalma nem volt. Tehát először ezt a szegény Vencelt koronázzák királyjá, természetesen, hogy a magyaroknak kedvezzem, egy magyar nevet vesz föl, a László nevet vette föl, 6. László, és de egyre romlottak a lehetőségei. Tehát ő már 1301-ben Magyarországon van, és 1304-re gyakorlatilag minden lehetőséget, az ország egy parányi része az övé, és minden lehetőséget elveszítette arra, hogy valamit is tegyen. Egy néhány éves fiatalember, aki teljesen nem érti a világot maga körül, úgyhogy segítséget kiállt az apjának, és második Vencel egy nagy sereggel 1304-ben, egy nagy sereggel Budára jön, mindenkivel jópofizik, mindenkivel rendben, minden rendben van, aztán összeszedette az összes koronázási jelvényeket, és az a nagy sereg szépen kivonult az országból, és vitte magával az összes koronázási jelvényeket, meg a fiát is. És mivel Csehországnak is számos gondja volt, főleg a Habsburgokkal, ezért úgy döntöttek, hogy egy idő múlva, hogy nem mond ő le a magyar igényekről, de most vannak fontosabb dolgok. És ez egészen addig ment, amíg 1405-ben az apukája meghalt. Tehát második Vencel meghalt, és a legfőbb támaszát vesztette el. Ugyan királlyá választották a csehek, és ugye harmadik Vencel néven cseh király lett, de hát a képességei nem olyanok voltak, mint az apjának. És 1305-ben úgy döntött, hogy ő kiszáll ebből az egész magyar zűrzavarból, és visszaadja a koronát. Brünnben egy ünnepélyes esküvel lemondott a magyar királyi jogairól, és a koronát visszaadta, de nem a legnagyobb ellenlábasnak, Károly Róbertnek, vagy hát első Károlynak, hanem talált egy másik leányági Árpád vért, aki közeli rokona is volt, egy Wittelsbach Otto nevű, hát akkor már nem annyira fiatal embert, és Otto persze örömmel fogadta a koronázási ékszereket, és titokban Magyarországra jött. És ő lesz az, akivel ez a híres eset megesik, hogy elbágyatta a lovas kísérettel, és egy ilyen bortartó csobolyóba helyezték el a koronát, és akkor egyszer csak leoldódott ez a csobolyó a nyeregről, és a korona az útporába hullott, ők pedig tovább mentek. És azt írja a krónikás, hogy valóságos égi csoda, hogy egyáltalán megkerült a szem, mert ugye este, amikor szétnéztek, Jézusom, hol a korona,
hogy meg visszamentek az úton, és ugyanott találták, tehát senki nem nyúlt hozzá. Tehát valóságos égi csoda, hogy megkerült a korona, és azt jósolta belőle a krónikás, hogy hát biztos, hogy rövid ideig, de biztos, hogy király lesz ez az Otto. Na és akkor ez az Otto, amikor királyázta velünk kinyögni, királyá koronáztatta magát, már ő választotta a Béla nevet, ami ugye nagyon hasonlít az Ottóra. És ugye ő 5. Béla néven koronázták meg. Károly Róbert hogy kerül hatalomra? Károly Róbert, ilyen néven nem szerepelt soha egyébként, az az eredeti neve, hogy Károberto, az olasz neve. Igen. És mivel ilyen magyar név nincs, ezért talán helyesebb, hogyha, és ő is úgy használta, hogy Károly, hogyha Károlynak hívjuk. Hát ő gyermekként elültették benne, a nagyanyja, az ugye egy árpádházi hölgy volt, és ő már gyermekként elültette benne, hogy neked magyar király. És ő már még életben volt harmadik András, az utolsó árpádházi, amikor ő már délvidéken partra szállt, és a babonicsok, ők nagy barátai lettek, és megpróbálták őt a királyi székbe ültetni, és volt egy hatalmas nagy segítője, egy hátszele, ez pedig a mindenkori pápa. A pápa azt akarta, hogy ez a Károly, ez magyar király legyen, és mert, mint mondta, az utolsó árpádházi királlyal visszaszállt a jog a pápaságra, mert hogy Szent István annak idején a pápáknak ajánlotta volna föl az országot, és akkor a pápa dönti el, hogy ki legyen az országban az uralkodó. Ezt mind tudjuk, nem igaz. Na és akkor ez a szerencsétlen Károly, ez hosszú-hosszú évekig várt, ugye először Vencelre várt, egy időben megmostomolta Budavárát, de ezzel csak, tulajdonképpen csak jelezte, hogy ő azért itt van meg, de hát komoly haderővel nem rendelkezett. Aztán pedig, amikor jött ez az Otto Béla, ő pedig nagyon miniatűr területen uralkodott az országban, és megpróbált kitörni ebből a bekerítettség dologból. Nem lehetett máshogyan kitörni, csak úgy, hogyha egy főúrral közelebbi kapcsolatba kerül. Úgyhogy megegyezett az erdélyi uraló Kán Lászlóval, hogy feleségül veszi a leányát, és akkor tulajdonképpen közösen fognak uralkodni az országban. Ugye el is indult Erdélybe, el is jutott Erdélybe, tehát Kán Lászlónak az első dolga volt, hogy letartóztatta és elszedte tőle a királyi ékszereket, és arra gondolt, hogy talán majd ő talán jobb király lesz. És egy ideig fogva tartotta ezt az Otto Bélát, aztán pedig egy szégyen szemre kizavarta az országból. Úgyhogy 1307 magasságában egyetlen trónkövetelő maradt, illetve még Albert, illetve az apja Rudolf, de hát Rudolf nagyon hamar meghalt, és onnantól kezdve Albertnek nem Magyarország volt a fő célja, hanem szeretett volna német-római császár lenni, úgyhogy Magyarországgal Károlya a békét kötött, és ő a német ügyekkel volt igazából elfoglalva. És akkor itt jönnek azok a furcsa dolgok, hogy a Szent Koronát mennyire nem értették meg nyugaton. Ugye, már 1301-ben megkoronázták ezt a Károlyt, de nem a Szent Koronával, mert az akkor éppen Vencelnél volt, hanem egy alkalmi koronával. Hát a közvélemény abszolút nem fogadta el ezt természetesen. 1308-ban pedig ugye Óbudán volt egy országgyűlés, és ezen az országgyűlésen pedig konkrétan megnevezték, hogy akkor itt van a mi királyunk, tehát ő mostantól kezdve választott király. Igen ám, csak hogy ezen az országgyűlésen Kán László meg a királyi ékszerek nem jelentek meg. Azt mondta erre a pápa, illetve a pápa magyarországi követe, úgy hívták, hogy Gentilis Bíboros, aki egyébként tárgyalt még Csák Mátéval is, azt mondta, hogy semmi baj, majd a pápa leveszi a Szent Koronáról a szentséget, és majd átteszi arra a koronára, amit ők készítenek, és küldenek majd Itáliából. Hát persze ezen jót derült az ország, mert ilyen nincsen. A pápai hatalom
az nem áll felette a magyar királyhat, a magyar koronának. Tehát én még egyenrangúnak sem mondanám, a pápai hatalom az alatta van a magyar szent koronának. Tehát esélye nem volt. És ez például azt mutatja, hogy mennyire nem értették meg a beavató korona, illetve a magyar korona lényegét például Nyugat-Európában. Egyszerűen ilyen nincsen, hogy leveszek róla szentséget, meg ráteszek szentséget, tehát ez egy marhaság. És én szerintem ebből azért elég biztosan lehet tudni, hogy amúgy is tudjuk, hogy hamisítvány a Szent István legendának az a rész, amiben a koronaküldés hagyománya van, de hát ebből meg aztán biztosan lehet tudni, hogy 300 év alatt nem felejtették el, vagy felejtették volna el ezt a dolgot szerintem. De hát jó, azért a pápa segített, mert kiátkozta Kán Lászlót, és akkor Kán László kénytelen kelletlen, akkor rendben van, mert tartottak egy koronázást 1309-ben is, azt már Budán, az esztergomi és minden rend volt, csak nem a, még mindig nem a Szent Koronával, és aztán 1310-ben végre visszaadta Kán László ezeket a koronázási ékszereket, és akkor végre megtartották az esztergomi érsek Fehérváron, és akkor na végre törvényes király lett akkor első Károly. És akkor első Károly körülbelül, hát most az ország egy huszadát ha birtokolta, tehát egy jelentéktelen, mondjuk a többi főúrhoz képest nem túl jelentős valakiről van szó, valahol Temesvár környék, még egy időben Temesvár volt a főváros. De már nagyon hamar, ekkora már azért felnőtt férfivá érett első Károly, és nagyon, nagyon tisztában voltak szövetségesei, a pápai klérus egyértelműen a szövetségese volt, és ezzel együtt a magyar klérus is. Megnyerte magának a köznemességet, úgyhogy meg a városokat. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy ha belekezd valamiféle rendcsinálásba, akkor vannak támaszai, akkor vannak szövetségesei. És jó alkalmat nyújtott erre egy vita, ami a Kassa városa és a környék kiskirályai, az abák között robbant ki. Hiszen Ava Amádé ezt a Kassa városát, ami egy kereskedő város volt, Kassa városát mindenképpen szerette volna birtokolni. Bement Kassára, ahol egyébként háza is volt, bement a város vezetéshez, és akkor ott nagyképpen nyilatkozott, és nagyon csúnya dolgokat vágott ott a helyiek fejéhez, mire a helyiek picit mérgesek lettek. És ez a méreg ez ugye egyre fokozódott, és olyan mérgesek lettek, hogy a végén meggyilkolták ezt az Aba Amádét, de hát ennek az Aba Amádénak volt három fia, ugye az Amádé fiak, és ezek pedig bosszút esküdtek, és a kassaiak meg betoltak, hogy na hát itt vagyunk, és azt jönnek az abák, akik ugye egy fél vagy negyed magyarországi területtel rendelkeznek, mit csináljunk? Hát akkor csak egyetlen helyre fordulhatunk a királyhoz. Első Károly pedig felvállalta, azt mondta, hogy segítek. És valóban királyi sereggel érkezett Kassára, a kassaiak sereg és a királyi sereg közel Kassához van egy kis bányaváros, aminek mindjárt szemben Rozgony, és Rozgony 1312-ben ott Rozgony mellett vívták meg ezt a csatát, de tudnunk kell, hogy az abák sem voltak azért annyira 100%-ig biztosak a dolgukba, mert például Csák Mátétól segítséget kértek, és Csák Máté néhány száz fegyveres lovaskatonát, ilyen páncélos lovaskatonát küldött a csatába, ami azért akkoriban jelentős segítség volt. Tehát 1312-ben lezajlott ez a csata, és mindenki teljes megdöbbenésére a király és a kassaiak győztek. Azt szokták mondani, hogy és akkor ezzel ugye megoldódott Magyarországon az egész probléma, de nem igaz, mert nem oldódott meg semmi, hanem elkezdődött az a hosszú-hosszú folyamat, ami legalább egy évtizedig tartott, amikor első Károly, illetve az ő mondjuk úgy, hogy szövetségesei vagy támogatói, elkezdték szépen, szisztematikusan egyenként felszámolni a kiskirályokat. Fegyveresen. Fegyveresen, de ha
ha megbánást mutattak, vagy ha elfogadták uralkodójuknak első Károlyt, akkor megbocsájtott nekik. Tehát egy ilyen húzd meg erezd meg politikával haladt előre felé. Egyébként aztán a következő lépésben a Babonicsok, pont a Babonicsokkal folytatta, akik meg őt segítették Magyarországon. Aztán a mégis a német újváriakat is, meg a Habsburgokat is sikerült az országból kiverni, és csak egyetlen egy kiskirályt nem sikerült neki soha legyőznie, ez pedig Csák Máté volt. Ezt a problémát viszont megoldotta az idő, mert 1321-ben Csák Máté meghalt. És ahogyan megérkezett a hír az akkor már Budán élő királyhoz, ahogy megérkezett a hír, a királyi csapatok azonnal megindultak, és tulajdonképpen mindenféle ellenállás nélkül elfoglalták a csákok területeit. És ez 1321-ben következett be, és tulajdonképpen, amiről én beszéltem a harmadik Andrással kapcsolatban, hogy felépíteni egy rendi jellegű országot, hogy van előzmény, ezek már csak 1321-től indulnak meg. Mert 1321-ig az a két évtized, az Magyarországon ahhoz szólt, hogy ki legyen az uralkodó, hogy hogyan csináljuk ezt a, vagy hogyan szerezzük vissza a nagy hatalmiságát Magyarországnak. Be tudjuk fejezni ezt a beszélgetést úgy, hogy valami jót mondjunk a kis királyokról? Hát én nem mondanék róluk rosszat. Persze a marxista történetírás, meg liberális oldalon számos rossz dolgot szoktak róluk mondani, de én nem mondanék róluk semmi rossz dolgot. Én azt gondolom, hogy középkori emberek voltak. Csak tették a dolgokat, igen. Egyre nagyobb területeket próbáltak megszerezni. Persze voltak köztük rossz emberek, nem erről van szó, de úgy általánosságban nem arról szólt a dolog, hogy ők gonoszak és rosszat akarnak tenni másnak, hanem maguknak akartak jót tenni. Ez már más kérdés, hogy ez nem egyezett nyilván az ország érdekével. Az országnak az lett volna akkor is az érdeke, mint ami lett majd a végül a 14. század folyamán, hogy egy erős központosított királyi hatalom legyen, mert akkor erős Magyarország, amikor van egy erős királya. És ezt első Károly, őt nem is ilyen harcos királynak nevezném, annak ellenére, hogy rengeteg háborút kellett vívnia, ő inkább ilyen építkező király volt. A 20-as évektől kezdve, mondjuk ha külföldre próbálkozott hadjáratokkal, azok általában ugye nem nagyon sikerültek neki, viszont az országot helyreállította, megváltoztatta, gazdaságilag átalakította, most már lehetett a regáli jövedelmeket igénybe venni, most már nem számított annyira a földtulajdon, mert hogy minden kis király bevezetett vámokat, meg adókat a határainál. Az addig is viszonylag gyenge távolsági kereskedelem gyakorlatilag lement nullára ugye Magyarországon, na most ő ezeket mindet megszüntette, és csak határvám, ugye? Csak a határnál legyen vám. Ez mind bevétel. Az úrburák, tehát az aranybányákat megnyittatta, és olyan szerződéseket tudott kötni a nemesekkel, hogy a nemeseknek is érdeke legyen aranyat keresni a földjükön, hogy megnyissák a bányákat, mert részesedtek belőle. Igen, majd volt egy Neccsei Demeter nevű tárnokmestere, aki hát egyszerűen egy zseniális pénzügyi ember volt, aki segítette ezekben. Értékálló pénzt veretett, ugye az aranyforint, meg ezüst dénár firenzei mintára. Olyan értékes, vagy olyan jelentős pénzről van szó, amit még évszázadok múlva is kerestek, és tehát egy aranyforint, mert nem veszített az értékéből. Teljesen beszüntette a korai középkori királyoknak gyakorlatát, ezt a bizonyos kamara haszna eljárást, amikor pár évente bekérették a pénzt, a régi pénzt, és aztán helyette új pénzt adtak, de már akkor az új pénznek a nemesfém tartalma az jóval kevesebb volt, és ami a különbség, az meg a királyé maradt, az volt a kamara haszna. Ezt beszüntette teljes mértékben, és a regáli bevezette az első egyenes adót, ugye ez a kapuadó.
Magyarországon ő vezette be az első egyenes adót, és ezek mind növelték az ő bevételeit. De még egyszer mondom, ezek a folyamatok már harmadik András idejében elindultak, csak közben volt egy 20 éves, még nem is interregnumnak mondanám, egy 20 éves káosz, ami után aztán lehetett az országot rendbe tenni. Ma is okosabb lettem. Köszönöm szépen, Béla. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük.